A helyi hagyományokhoz hűen római katolikus szertartással kezdődött, majd festménykiállítással folytatódott az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A Beretyóújfalui Jézus szíve templomban délelőtt 9 órai kezdettel tartott ünnepi szentmisét Rákóczi Jenő plébános. Az ige hirdetés alapját a Máté evangéliumában található példázat adta arról az emberről, aki kősziklára építve a házát ellenállóvá tudta tenni azt a viharokkal szemben, akár csak a Szent István királyunkban munkálkodó hit, aki aktív terjesztője volt a katolicizmusnak és egyértelműen keresztény alapokon képzelte el hazánk jövőjét. Valóban nagy Szent István király történelmünkben, mégpedig azért, mert képes volt országot építeni. Képes volt úgy gondolkodni, hogy gondolatvilága és szemlélete túlmutatott nemzetei. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepünk. Szent István király napja, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja és az új kenyér ünnepe is, hiszen a hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. A Szent Mise után Fátyol Zoltán festőművész a Fény volt legelőbb című kiállításán vehettek részt az érdeklődők a Nadányi Zoltán művelődési házban. A tárlat megnyitóján Lisztes Éva köszöntője után Áfra János költő, kritikus és Muraközi István polgármester is beszélt a kiállításról és az ünnep jelentőségéről. Az államiságunknak a hossza meg a mélységéről beszélünk, azt gondolom, hogy kicsit hasonlatos ez, mint egy hatalmas nagy fának a gyökérzete, amely sokszor nem látható módon, de a föld alatt egészen mélyen gyökerezve egy nagyon biztos talapzatot ad annak a fölötte tornyosuló hatalmas fának. Művészetről, a kiállított képekről és arról, hogy mit jelent maga a művész számára a tárlat tematikája, az alkotót, Fátyol Zoltánt kérdeztük. Ezek az augusztus 20-ai kiállítások itt Beretyóújfaluban mindig szakrális tematikájúak, az ünnephez, augusztus 20-ához kapcsolódóan, és hát ilyen áttételes módon próbáltam én is válogatni a munkáim között. A fényt, mint Istennek a első megnyilatkozását a Szentlélekhez is hasonlítják. Tehát föltétlenül a kereszténységhez kötődik, de nem csupán ahhoz, részben a kereszténységnek az archaikus korai változataihoz, amelyek az egyházatyák, az egyházat alapító atyák gondolati rendszerét, eszmerendszerét tükrözik. A kiáltás címe így hangzik, igen, a fény volt legelőbb. Ez talán egy kicsit megtévesztő, ez a cím, mert a kiállított képek nem a fényről szólnak elsősorban. Az emberiségnek, az embernek egyik legkorábbi felfedezése volt az, hogy fény nélkül nincs földi élet. Több más tényező kell hozzá, de a fény ezeknek a tényezőknek a többinek is alapfeltétele. Ez a fölismerés egyben azt is jelentette, hogy az emberi létezés alá van vetve, vagy ki van szolgáltatva magasabb, kozmikus, égi, vagy transzcendens energiáknak. Azt hiszem, hogy az 5. kiállítása, amit én nyithatok meg, nagyon különlegesnek tartom az ő képzőművészeti munkásságát, és ráadásul azt is fontos megemlíteni, hogy ő emellett költő, és a költői munkássága is szoros összefüggésben alakul a képzőművészeti alkotásaival. Nagyon fontos neki a hagyomány, a tradicionalista hagyomány. Azok a spirituális hagyományok és archaikus kultúrák, amelyekről lehet, hogy kevesebbet tudunk. Nem csak a kereszténység, a zsidó-keresztény kultúrkör, de akár az egyiptomi, vagy akár a sumér kultúra az ő gondolkodásának meghatározója. Emellett tényleg érdemes megemlíteni, hogy sokat kísérletezik az anyagokkal, természetes anyaghasználattal, olyan már használhatatlanná vált hulladékanyagok újrahasznosításával, amely más számára már nem képvisel értéket.
Tehát a kollázsai, az asszemblázsai sokszor ezekre az anyagokra épülnek. És az, hogy a fény volt legelőbb, mint kiállítás cím mit is sugal, nagy részben utal arra az összefüggésre, hogy lényegében a legtöbb ősi kultúrában az embernek az egyik viszonyítási pontja az a nap volt. A nap, amelyet általában valamilyen istenségnek gondoltak, valamilyen magasabb rendű létezőnek, sokszor főistennek, vagy akár az istenivel azonosították ezt az erőt, ami belőle árad, hiszen ez tölti meg élettel a mindenséget. És gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás cím is erre az ünnepi időpontra, augusztus 20-ra időzítve, próbálja felhívni arra a figyelmet, hogy a fény, a szentség az milyen fontos a számunkra, és hogy mennyire fontos, hogy a spiritualitás még ebben a meglehetősen szekularizált, elvilágiasult világban is megmaradjon az életünkben. Fátyol Zoltán neve nem csak a képzőművészet kedvelői számára csenghet ismerősen, a művész ugyanis örömmel cseréli az ecsetet tollra, és festi le szavakkal is a gondolatait. A Liget műhelyben 2007-ben megjelent versét Vigyázó fa a Kölcseiház helyére címmel Kocsis Csaba zenésítette meg és adta elő. Se ház, se kő, se ág, se tő, üres a múlt, a jövő is az, a jelen meg fondol és ravasz, fondol és ravasz. Ez a gondolatkör, vagy ez a gondolatiság, ez leginkább a verseimben tükröződik, onnan sugárzik inkább, a festett képekből nem mindig, de a költészetben, ami egy testetlen, tehát anyagtalan művészet, ott nem lehet másra támaszkodni, csak a szellemi töltésre, a gondolatokra, az intellektus töltésére, és ott ez viszont első helyen szerepel nálam. Vannak olyan ciklusok korábbi köteteimben, amelyek ennek a jegyében születtek, egészen korai, úgymond korai munkáimban, bármint írott munkáimban, mert hogy viszonylag későn jelent meg az első kötetem, tehát én ezeket nevezem korainak, már akkor közeledtem a 40-hez. Bár korábban azt mondták, hogy a fiatal költő 35-40 éves koráig fiatal költő. Hát most már nem mondhatom magam fiatal költőnek, vagy legalábbis nem vallom be magamnak, hogy már nem vagyok fiatal költő. De természetesen van olyan is, és nagyon sok ilyen munka született, ami párhuzamos az írott munkákkal. Tehát ugyanaz a téma jelenik meg írva, versbe megfogalmazva, mint képben megjelenítve. De hát ez sem ritkaság, sem a világlírában, sem a magyar lírában. Hosszasan sorolhatnánk azokat a festőket, akik kiváló költők is voltak egyben, vagy fordítva, költőként, irodalmárként remekül rajzoltak, festettek. Tehát ez a két dolog nagyon szorosan összefügg. Egy nagyon erős rokonságot érzek Zolival abban a tekintetben, hogy engem is nagyon motiválnak a spirituális kérdések. Engem is mindig is érdekeltek a filozófiai hagyományok, az ősi kultúrák, ezek a hitrendszerek, amelyek ugyanúgy érvényesek és fontosak, mint ahogy a zsidó-keresztény hagyomány, amelyet természetesebben tudhatunk a magunkénak, amelybe beleszocializálódtunk. És nagyon izgalmas keresni az összefüggéseket, meglátni a hasonlóságokat és a különbségeket más ilyen spirituális rendszerekkel. Észrevenni, hogy milyen motivikus kapcsolatok vannak. Sokszor ezek a festmények, Fátyol Zoltán festményei is felhívják a figyelmet ezekre a hasonlóságokra, ráirányítják a figyelmünket
azokra az összefüggésekre, amelyek lehet, hogy a hétköznapokban egyébként elkerülnék a figyelmünket. Mennyire kíváncsiak az emberek erre az üzenetre így a mai világban? Sokan éppen a művészetben próbálják pótolni az életükben, hogyha nincs jelen mondjuk a spiritualitás. Annak valamilyen alternatívájaként használják a művészetet. Megpróbálnak valamiképpen kapcsolatba kerülni egy másfajta erővel, és lehet, hogy ez nem is tudatosul, de a művészet sokszor erősen építve ezekre a hagyományokra mégiscsak azt tudatosítja bennünk, hogy nem csak ez a valóság van, hanem lehetséges valamiféle átjárást teremteni akár egy másféle létezés felé. Néha képtelen mélységből bukkan fel egy-egy emlék, csak jár itt fölle a kérő üvegek szélén, elvékonyulva, mint árnyék a hegyen, áthatolni az őszön, s az elalvó gyökereken. A művészt 70. születésnapja alkalmából lisztesével köszöntötte, majd az esemény Rákóczi Jenő római katolikus plébános szavaival zárult, aki megszentelte a magyar nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret, ami ezután szétosztásra került a résztvevők között.